Köszöntelek titeket, kedves Battlefield.hu TV nézők! Mai napon a Battlefield Heroes legújabb pályájával fogunk közelebbről megismerkedni. Azt hiszem a neve az Inland Invasion. És hát ez tulajdonképpen a normandiai partraszállást akarná imitálni kisebb-nagyobb sikerrel. Hát mivel én német kaszthoz tartozok, így én mindig a védők közé fogok tartozni, és aki a britekhez, az bizony az lesz a partraszálló egység. Na, el is kezdődött a kis köröskénk is, látható, hogy nekünk csak 75 pontunk van, még az ellenségnek 100. Egy jó pár mérkőzés kellett vívnom ahhoz, hogy végre tudjak csinálni egy értelmes felvételt, mert általában ezen a pályán mindig a patraszálló egységek dominálnak. Nagyon-nagyon szükséges ezen a mapon a csapatmunka, de mint láthattátok, meg is volt az első killem. Ó, na erre nem számítottam. Lekéselt engem egy fejnélküli manus. Szatyor, vagy mi ez? Switch? Na, nem tudtam elolvasni a nevét. Annyi baj legyen, nyomulok vissza a kontrollpontra, már be kell védeni. Az a baj, hogy hát elég érdekes játékmód, azt hiszem még talán nem igazán emlékszem rá, hogy találkoztam volna ilyesmivel, hogyha az ellenség befoglal egy kontrollpontot, akkor csak azt a kontrollpontot lehet visszafoglalni az ellenségtől, amit utoljára befoglalt. Ez ugyanúgy ránk is igaz. Volt olyan, hogy már utolsó bázisunkig visszaszorítottak minket, és gondoltam, majd megkerülöm őket és elfoglalom az egyik kontrollpontot a frontvonal mögött, és sajnos ezek zárolva vannak. Na. Újból megtaláltam a fejnélküli manust. Steve Nior. Nagyon jó neve van. Hát, sikerült vele ebeszélgetnem. És egyelőre még jól állunk, mert mind a 6 darab kontrollpont a mi kezünkön van. És egyelőre még nem tudtak patraszálni a érkező egységek. Ez idáig jó hír. De, mint lehet látni a háttérben, már két csónak is érkezik felénk. Úgyhogy megpróbálok velük egy kicsit elbeszélgetni a patraszálás mikéntjéről. Hát lehet, hogy egy kicsit megrémülnek. Hát most épp tankba szálltak. Annyira azért nem rémültek meg, mint szerettem volna. Én most egy kicsit visszavonulok. Jaj. Hát mint látjátok, azért eléggé rendesen kell használni már a képességeket. Már erre a pályára már nem elég az, hogy csak lőjük az ellenséget sajnos. Nekem is meg kellett tanulnom zongorázni. Hát kb. 9 darab billentyűköz kell folyton variálnom. Az irányítás mellett és a célzás mellett persze. Nagyon-nagyon jó tud ez lenni néha napján, pláne akkor, hogyha nem egy ellenség jön velünk szembe, hanem netán 2-3, akkor aztán gondolkozhatunk, hogy épp melyik gombot nyomjuk le. Itt van ez a drága jó kis tankocska, aminek a gazdája elhagyta a volányát, és sajnos meg is halt. Na, még mindig jók vagyunk. Csak így tovább. Kéne megint valami ellenség. Hát itt látható a partszakasz, amit be kell védeni. Ó, és második vagyok, nagyon jó. Ó. Oh. Milyen hurikánfejű ember ez, jó Isten. Mivel nem szoktam sűrűn Battlefield Heroes-ozni, folyton mindig meglepnek engem ezek az új kinézetű manusok. Múltkor egy izé T-rex fejű valami biciklizett felé, most meg ilyenek szalgálnak itten, meg fej nélkül, meg izé. Legközelebb már egy szar fog engem AK-val lelőni, vagy nem is tudom. Már mi következhet még ezután? Vagy lehet egy banánok fognak össze-vissza ugrálni. Minden esetre ez a Battlefield Heroes egyik érdekessége, hogy tényleg itt már jó istent is ráagatják szegény karakterekre. Mondjuk még olyan nem volt, hogy madár kaliszka fejű emberek jöttek volna, de lehet, hogy most adtam a készítőknek egy ötletet. Na, ismét próbálnak partra szállni a srácok. Hát egy kicsit tudtam őket gyengíteni, mert még adtam nekik egy robbanós hordót. Aztán megvárom, amíg kicsit közelebb érjenek, mert ez annyira, az én fegyverem annyira nem távolsági fegyver, inkább közel harcba dominál. És már jönnek is a delikvens úriemberek. Ó, csak közben én meg elfelejtettem tárazni, mindegy. Gyorsan megoldottam ezt is. Mindig itt vannak, úgyhogy lehet be fognak itt törni, úgyhogy elhelyezek itt már robbanós dolgot. Te jó, hogy mi van itt. Na, de úgy néz ki, a társai megoldották ezt a problémát is. Annyira nem szeretek belemenni a csata sűrűjébe, mert akkor anarchiában úgyse látom, hogy mikor mi történik. Na, egy áldozatom már van. Az egyik úriember próbál most menekülni. Hát, talán kivégezték, nem tudom.
Ó, közben a másik oldalt lévő kontrollpontot befoglalta az ellenség, vagyis idáig csak beszürkítette, de ez így meg továbbá is fogja foglalni, úgyhogy eljött az idő, hogy elnézek oda is, de nem szeretek innen a lövészárokból szembe menni a kontrollponttal, mert a mesterlövészek mindig ott vannak, és azt várják, hogy én mikor megyek arra, és akkor szépen lepüfögtetik az embert. Inkább mindig érdemes megkerülni a kontrollpontot, aztán ha van az embernek ilyen robbanó cucca, akkor azt elnyomni oda. Hát ezt most pont kivégték. Nyomorultak. De ahogy látom, a többiek megoldották a dolgot. Voltak rá hárman. Na jó van, akkor ettől poén volt eljönnöm ide. Legalább megmutattam, hogy van ez is. Na, gyerünk vissza a szokásos kis Defender részemre. Mert általában mindig ott van a nyüzsi a pályának ezen a szakaszán. Leleményesebb ellenségnél felszokta ismerni azt a helyzetet, hogy egy bizonyos kontrollpontot nem tudni befoglalni, és akkor vagy megpróbálják elterelni a figyelmünket egy-két fővel, akik itt támadnak, és a csapat maradék része pedig a másik kontrollpontot osromolnak nagy hirtelen. Hú, de jó kis buli van itt, tette. Jó Isten! Hú, ja, már megint itt jönnek valahol. Ah, ott van megint a... Nem tudom milyen fejű csávó. Ó, és még egy tank is, nagyon jó. Ó, igen, sikerült ezt is kinyírni. Szép, szép, nagyon szép. Csak mitől sérülök? Na mindegy. Már megint jönnek a partra szálló egységek, nem igazán akarják feladni. És az a poén ebbe az egészben, hogy még nem is igazán dölt el a meccsből semmi, hisz az állás 52-54. És most kezdjük el megint elveszíteni az egyik kontrollpontokat, természetesen megint a másik oldalt. De most már okulva az előbbi tapasztalataimból, most nem megyek át, oda oldják meg, ahogy akarják. Most itt is van egy elég jó kis roham, egy áldozat, és hát egy assist, kill assist. És úgy látom, megint jön még valaki. Na, vele már sikerült végig, ez nem nagyon jó. Ó, 10-1, nagyon jó. Tetszik, tetszik, idáig tetszik. Játék elején mindig érdemes húzatni abból az automatából, ami ilyen ajándék cuccokat adogat, mert ennek köszönhetem én is a kettes fegyveremet és a két élettöltő valamimet, aminek hát elég nagy hasznát veszem, pláne ezen a pályán. És úgy látom, valahol lehet itt egy láthatatlan manus, mert időközben valaki behúzta a zászlót. De az a legjobb, hogy mivel láthatatlan, fingom sincs, hogy hol van. Mindig meg kell várni ilyenkor, hogy előjöjjön, azt akkor vagy életben maradsz és le tudod lőni, vagy ő nyír ki téged. Csúri jó. Ez a bátor emberek játék, hogy mindenki láthatatlan szeretne lenni. Na, nézzük csak, ott fog jönni, ha ott fog jönni a kis hamis. Ó, ott is van. Egy áldozat. Még egy áldozat. Jó van. Alakul, ez alakul. Na. Nézzük csak az ászlót, már megint ereszkedik lefele, hol a ménykűben lehet ez a láthatatlan túrófejű állat, hát... Fúj, de utálom ezért. Na, mehetek vissza. Hun vagy, te szemétláda, gyere már elő. Most ahelyett, hogy lövöldözök, itt kell örködnöm az ászló mellett, mert az a nyomorult befoglalja. Tök jó, szeretem. Na, közben már másik oldalról támadnak minket. Úgyhogy velük kell felvenni a kontraktot. Na, egy emberkét már sikerült megfutamítani. Ah, és ott volt a láthatatlan manus, aki most meghalt, nagyon jó. És látjátok, pont szemből itt a lövészárkot teljesen tökéletesen a mester lövészek be tudják lőni, de közben már valaki megint húzza itt ezt a zászlót, hogy még azon kívül egy láthatatlan mokinak lennie kell ide, közben még kettő darab ellenséges úriember benyúlt ide a bázis területére, és megpróbálom velük felvenni a harcot, az egyiket sikerült kinyírni. Ó, mindjárt kifogyok, sőt ki is fogytam. Szerencsére egy időben majdnem. Na, és sikerült őt is elintézni. Jó, van, túléltem ezt a bulit is. Fú. És meg sikerült megvédeni a kontrollpontot, úgyhogy csak az az egy darab kontrollpont van még az ellenség kezén. Na, és 15-1 az állás. Nagyon jó, nagyon jó. Nem is gondoltam volna, hogy egyetlen egy élettel ennyit leszek képes gyilkolni. Viszont megint megy lefele az ászlónk. Úgyhogy egy láthatatlan muki minden bizonnyal itt lebzsel még valahol, csak meg kéne keresni. Gyűlölöm ezt a képességet, ez az egyik legundorítóbb az összes közül. És egy bombát is lerakott itt valahol az egyik úriember. Gyorsan kicsit visszagyógyítom magam, mert ez így nem lesz jó. Na, azt mondja, hogy merre lehet ez a szerencsétlen. Egyelőre nem látom.
Megnézem a bunkert, hát ha itt van valahol. Nem, nincs itt. És most jön. És lekéselt. Mondjuk neki sem volt már sok hátra, de... Sajnos én alul maradtam vele szembe, úgyhogy már is vissza kell mennem a kontrollponthoz, és meg kell próbálnom bevédeni, már be is fehérítette az enemi. Az egyik kollégám is érkezik oda nagy erővel. Sajnos az a baj, hogy a ability pontjaimat eléggé szétosztottam, úgyhogy mindegyik képességem csak épp hogy jó valamire. Na, azért kicsit tudtam segíteni az illető úriembernek, de mindeközben oldalról is érkezik az enemi, és a láthatatlan puti is jön ide visszafele, és még egy direktfejű enemi is volt itten, úgyhogy három úriemberrel kellett volna farkasztemet néznem, de még mielőtt ezt meg tudtam volna tenni, valaki késdöfött a hátamba, úgyhogy most újból meghaltam. Szomorú. Na de mindegy, van még 10 pontja az ellenségnek, úgyhogy valószínű, hogy ezt a kört azért fogjuk nyerni. Megpróbálom még ott azt a csókát tűz alá venni, és itt oldalt próbálok majd előbukkanni a bokrok mögül. Hát, ha jó lesz ez valamire. Hát azt újabbet lelőtték, de van még itt oldalt egy delikvens, akit bizony kiepálhatok ezerrel. És. Na nézzük. Gyerünk már. És vége is a küzdelemnek. Hát, hölgyeim és uraim, ez volt a Battlefield Heroes legújabb pályájának a bemutatója. Remélem azért tetszett, amit láttatok. Én megpróbáltam kitenni magamért. Bár érzésem szerint most nem lettem első. Úgy is van, csak második lettem 15-3-as KD-val. Mindenesetre köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, sziasztok!